A Strandfesztiválon nem csak koncertezni tudtok, hanem van egy csomó izgalmas program napközben is. Én most ezek között fogok kalandozni, kezdjünk mondjuk egy kis testfestéssel! Szép nagy a sor. Ti is testfestésre vártok? Igen, testfestésre várunk. Érdemes kivárni? Szerintem igen. Nagyon jól dolgoznak a lányok. Nagyon szép minták vannak, úgyhogy kivárjuk a sort. Petőfi TVM 2 logót fogsz kapni. Most ugye itt testfestesz a strandon, de hogy a Petőfi zenei díjra is készítettél valamit. Ebben az évben is átadott Petőfi zenei díj, maga a szobor, az az én munkám. Mi lesz a holnapi program? A holnapi program lesz a pólófestés. Mi lesz ennek így komplexen a jelentése, amit ide a kezemre festesz? Nézzétek a Petőfi TV-t! A menő testfestésem már megvan, most pedig lepjük meg a Dobkalipszó srácokat egy írtó menő polipjelmezben. Egy harmadik dimenziós kitüremkedésre vagyunk kíváncsiak per pillanat. Háromból kezdünk, számolunk visszafele, 2-1-é. És itt van. És a mi fizikális kiteljesedésünknek egy teljesen új perspektívát fog nyitni ez a démon, hiszen... Hiszen a névet alföldi festészet is lerajzolta ezt a démon. Hieronymus Bosch. Álljunk meg, a kristály szerkezet stabil? Igen. Stabil. Én már látom. A barna hang. Na még egyszer. Kicsi erőt kell neki. Már megidéztem, már megint. Nem az egész. Itt van, és megjött, és megérkezett. Hát sikerüljön. Én azért jöttem, hogy jósoljatok a tenyeremből. Neked nincsenek is tenyereid. Melyikből? Igen. Az életvonalad végtelen. Ennyit elárulhatok. Morfogenetikusan te szerintem szubatomi szinten deaktiváltad magad. Jól sejtjük? Hát szerintem igen. Szerintem most egy dimenzió lépést meg kéne, hogy ejtsünk. Ejtsünk dimenziót. Igen, és azt érzem. Hát nem lesz könnyű. Nem, ezt nem tudjuk, nem lehet dimenziót lépés. Semmi van. Jó lesz így is. Szerintem így már védett. Így most már mehetek tovább fesztiválon. Igen. Köszi srácok, akkor nyomom tovább! Yeah! Yeah! Hát legyen így. Ez a sok fesztiválozó azért érkezett ide, hogy párna csatázzon. Az alapvető szabályok. Nagyon egyszerű szabályok lesznek, három csapat van, egy barna, piros, sárga. A kreppapír csík, ami itt a nadrágból kilóg, az pedig a jelzi az életedet, és akkor amíg megvan, addig tudsz játszani. Kovics Noémi is feltűnt, az egyik műsorvezető. Megvan a jelzőszalagod? Nem tudom, nézd meg! Nincs! Akkor kiestem!